az Ez itt a kérdés stúdiójában Gulyás István. Előre eldöntött határvonalak a magyar delegáció elszeparálása és a francia közvélemény magyar ellenes narratívái. A 102 éve történt trianoni békediktátum eseményei dolgozza fel a Béke a Nemzetek felett című új mozifilm. De vajon hol tartunk nemzetünk legsötétebb órájának feldolgozásában? És egy ilyen film hogyan tud ebben segíteni? Ez itt a kérdés. Tartsanak velünk! Érkezik hozzánk Kálomista Tagábor producer, aki szerint ha mi magunk nem dolgoztuk fel a saját történelmünket, akkor megteszi helyettünk más, és ez sose jó nekünk. Velünk lesz Máté Áron történész, aki úgy látja, nem a vereséget kell százszor elsíratni, hanem azért kell elemezni a múltat, hogy láthassuk magunk előtt a jövőt. A trianoni békediktátum okozta a tragédiára mindörökké emlékezni kell, emlékeztetni rá a nemzet ma élő tagjait. Ezt már Vizi László Tamás, a Magyar tudományos főigazgató helyettese vallja. Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket és üdvözlöm a stúdióban vendégeinket, szervusztok, örülök, hogy eljöttetek. Csütörtöktől a mozikban van a nemzetek fele című dokumentumfilm Gábor, uh, tulajdonképpen a Triennodi békeszerződés körülményeit uh, dolgozza föl dokumentarista elemekkel. Uh, mi volt az alapja annak, hogy vagy miből gondoltátok azt, hogy ezt az egészet Aponya Albert Gróf szempontjából kell feldolgozni? Mert tulajdonképpen a lényeg talán ez benne. Hát sok, sok, több szempont van ebbe, ebbe és mi csináltunk az Aponyi beszédről egy külön egy filmet az évfordulóra. Ebből pedig azt gondoltuk, hogy nézzünk még mélyebben, nézzük meg, hogy mi történt ott. Mert az, hogy elhangzik egy beszéd, az egy fantasztikus dolog, és de hogy hogy jutunk el eddig a beszédik, hogy hogy, hova, hogy vezet az az út oda? hogy milyen erők mozdulnak meg a háttérben, amit valószínű, hogy tudunk, de mégse úgy egyben nem tudjuk, tehát nem látjuk az összefüggéseket, ez a film igazából az összefüggésekre keresi a választ, tehát arra keresi, hogy egy ország hogy juthat el egy ilyen állapotba, mi az oka annak, hogy mi velünk úgy bánnak, mint, mint ha nem léteznénk, a fejünk fölött döntenek, nincs jogunk beleszólni a saját sorsunkba, hogy e, e, nézzük oda el meg egy kicsit, úgy sok féle részletéről beszélgetünk ennek, de szerintem ilyen egybe szervezettem egy ilyen, egy ilyen játékfilm, vagy dokumentumfilmes elemekkel van tarkítva. Szerintem ez, ez nem, és nem megoldást kerestünk, mi meg akartuk a cselekmény sorozatot nézni, hogy hogy jutottunk el az aláírásig, és hogy körülbelül mit tudtak arról az akkori politikusok, vagy az akkori közé, vagy mit fog ez okozni ennek az országnak, hogy tisztában voltunk-e avval, hogy mi a veszteni valónk, és erre próbál meg a válaszokat találni, kitűnő történeszek, történészekkel, kitűnő színészekkel, akik eljátszanak jeleneteket. Tehát én szerintem sikerült az a, a társadalomnak Hermeszi Dorottyának, jegyzi ezt a filmet, megvalósítani azt, amit nagyjából lehet erről a korszakról gondolni, majd biztos ez vitákat fog okozni több helyen, de én azt láttam a bemutató után, hogy úgy nagyon mindenki elgondolkozott, nagyon meg volt hatódva, és nagyon, nagyon úgy érezte, hogy egybe látja ezt a képet, és az nem baj, ha a történelmünkről mi magunk beszélünk, és nem a környező országok, akik, akik, nyertesei voltak ennek a békének, ők tematizálják ezt most már évek óta, hiszen a kommunizmus alatt ugye erre egy időkapszula volt ráhúzva, hogy ezt erről jobb nem beszélni, meg jól van az így, és most a Júlcsegy Ferenc egyik írásában köszönt vissza nekem, amikor azt írja, hogy hagyjuk ma a fenébe, ez már elmúlt, ez már történelem, és egyébként is minek a határon túli magyarok. Tehát én azt hiszem, hogyha nem beszéljük ki a történelmünket kellő részletességgel és alapossággal, és nem tisztázzuk önmagunkba a félreértéseket, vagy, a, vagy amit nem értünk félre, de úgy gondoljuk, hogy félreértettek velünk, arra, arra, nagyon nehéz viszonylag jövőt építeni. És hogyha majd egy kicsit tovább beszélgetünk róla, azért megnézitek, azért lehet párhuzamat vanni Trianon, akár 56 és akár a napjainkban folyó események között is. Hiszen az, hogy mi mindig ide olyan hatalmak a a játékszeré legyünk, hogy mindig a fejünk fölött döntik el, hogy mi lesz velünk, és azt nekünk mosolyogva el kell fogadni, az szerintem már nincs rendben. És akkor se, akkor sem volt rendben, és nézzük meg azt, hogy ez nem lehetett mit csinálni, mert olyan későn és olyan rosszul reagált de az akkori magyar politika, hogy nem volt mit tenni, vesztettünk, amit vesztettünk, és nem keveset. most a legizgalmasabb ebben az, hogy 102 év az már egy történelmi lépték, nagyon komoly történelmi lépték, és a mai napig azt gondolom, részben politikai ideológiák által befolyásoltan, még mindig nem lehet elfogulatlanul is reálisan beszélni a trianoni béki diktátumról. Ez a film segít abban, szerinted László, hogy elinduljon egy olyan beszéd, vagy egy olyan párbeszéd, amely lehiggasztja az indulatokat? Kapcsolódnék ahhoz, amit Gábor mondott, hogy itt valójában évtizedeken keresztül ez a kérdés egy kibeszéletlen és átbeszéletlen, megbeszéletlen kérdés. Hát, ennek megvannak a történelmi okai, ugye? Hát, teljesen megvannak. A világháború közötti revizionizmus és a, az újabb tragédia. Hát, meg a kommunista rendszer. Hát én azt gondolom, hogy inkább ez a, ez a másik, amit mondasz, hogy itt az elmúlt néhány évtized már mint a rendszerváltoztatás előtti évtizedek azok gyakorlatilag ezt a kérdést teljes egészében szőnyeg alá söpörték. Nem véletlen egyébként, hogy épp a, a Magyarságkutató Intézet itt a századik évforduló kapcsán számos olyan rendezvény, tudományos konferenciát, publikációt, rollapkiállítást tett nyilvánossá, amely éppen arra akart rámutatni, hogy, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozni kell. És ez a film, amit a Hermeci Dorottya jegyez, és ugye Gábor áll mögötte, ez pont arra világít rá, hogy ezt a kibeszéletlen dolgot, ezt a szőnyeg alá söpör dolgot, egyáltalán az egész trianon kérdéskört, annak a tragédiáját, azt a traumát, azt mindenképpen ki kell beszélni, át kell gondolni, újra kell értelmezni. Mert ez, ne felejtsük el, a magyar nemzet legnagyobb történelmi traumája. A trianon és ha erről nem beszélünk, akkor gyakorlatilag nem tudjuk megérteni a jelenünket, és nincs jövőnk. Tehát az alapokat, a gyökereket, azokat mindenképpen meg kell értelmezni, ki kell beszélni, fel kell tárni, történészi alapossággal meg kell vizsgálni, hogy hogy jutottunk el idáig. És ebben ez a film, ez óriási segítséget ad. Hozzáteszem egyébként, hogy maga a trianon szindrómának a a gyógyítási sebe, a sebek gyógyításának ugye számos eleme létezett azért 1920 óta. Ennek voltak ugye a, a két világháború közötti elképzelései, aztán különböző megoldási kísérletek, de szerintem az igazi megoldást azt a 2002-ben megalakuló új magyar kormány, tehát a második Orbán kormány tette le azzal, hogy a 2010-ben, 2010 bocsánat, megalakult második Orbán kormány, hogy a nemzeti összetartozásról szóló törvényt elfogadta. Mert hogyha valaki megnézi azt a törvényt, a törvény előterjesztését és a szövegét, az gyakorlatilag egy olyan konstruktív megoldást kínált Rianorra a nemzeti összetartozás programjával, ami gyakorlatilag a mai napig is értelmezhető, és amire lehet építkezni. Áron, ugyanez a kérdés tulajdonképpen. Ez itt a kérdés, mondhatnánk. <laughs> ez az egész trianó, hát szóval nagyon sok olyan honfitársunk van, akik, akinek ez olyan ciki az egész, olyan kínos, meg, meg ahogy elhangzott, hogy már minek beszélünk erről. Itt két dolgot szeretnék mondani. Az egyik az, hogy ezt ne csak így a saját szemszünkből nézzük, hanem egy, nagyhatalmak, kisállamok, birodalmak, nemzetállamok szemszögéből. És az a helyzet, hogy ez száz éve Magyarország mindenkori politikai vezetésének egy állandó kihívást jelent, mert a trianoni béke, az most nagyon durva veszek, halálbüntetéshez kevés volt az életben, bocsánat, <laughs> tehát hogy azt még nem érte, de az életben maradás az már ott ugye megkérdőjelezte. Tehát itt, itt nekünk mindig az a feldobott kérdés, hogy hogyan tudunk szerepet találni, hogyan tudunk elhelyezkedni a nap alatt. Ugye volt ez a két háború között, volt Roder, mert a brit sajtómágnásnak a sorozata, hogy Magyarország helye a nap alatt. Nem véletlenül, mert azóta Magyarország így teng-veng, és, és nincs, nem, 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 nem kap helyet. Ez az egyik. A másik, hogy ez a trianon egy olyan ördög lakat, ami igazából nem csak ránk vonatkozik, hát van ugye olyan szomszédos állam, Románia, amelyik örömünnepét tette, ünnepnappá, piros betűs nappá tette, de igazából azt azért jó lenne már egyszer elbeszélni, hogy 1918-ban egy olyan új közép-európa jött létre, ami nem ezeknek a népeknek az érdekét szolgálta elsősorban, nyilván voltak itt jobban, voltak itt kevésbé, mondjuk a miénket, hanem ez egy nagy hatalmi érdekszféraként jött vétre. Tehát ez a Közép-Európa, ennek vissza kell találnia önmagához, és ennek az egyik útja a magyar részről az, hogy nem az önfeladás, meg nem, nem az, hogy vetagadjuk magunkat, hanem az, hogy vállaljuk, hogy hát ez volt a helyzet innen indulunk és akkor tessék hogyan tudunk becsületesen egymással beszélgetni bo bocs nagyon fontos bo csak bocs annyit hogy a generációk nőttek úgy fel évtizedeken keresztül, hogy Trianonról vagy nem beszéltek, vagy nem lehetett beszélni, vagy félreértelmezték az egész történetet. Tehát, és ennek a filmnek pont az a lényege, hogy megismertesse, és oda kell vinni, a fiatalok közé kell oda vinni ezt a filmet, hogy szembesüljenek azzal, hogy mi történt itt 102 évvel ezelőtt. Hogy De ugyanakkor ezt. a mai napig darásfészek. László. Tehát, hogyha hozzányúlunk, olyan, mintha egy darásfészeket Igen, mert nem, tehát, egy nem tehát, ez a film, ez pont a, a szól, bocsánat, hogy, hogy nem, nem nem úgy kell hozzányúlni, hogy egyből rugjuk a másik alatt a széket, vagy egyből megszólaltatjuk a végvédelmi szél. Szépen. szépen beszélgessünk, nézzük át a helyzetet, nézzük meg, hogy mi történt. Éppen ezért nagyon fontosnak tartom, hogy nagyon széves palettáról sikerült történészeket hívni ebbe a filmbe. Ez az egyik dolog. A másik az, hogy. Tehát jussunk már el oda, hogy a Kárpát Medence az a mi otthonunk is. Tehát az, hogy, hogy például Például, hát, ha egyszer lesz egy olyan, hogy divat vesz, mondjuk ótátra Füredre járni megint Budapestről. Autópálya van majdnem végig, tehát sőt, gyakorlatilag végig, szóval nem egy, nem egy, meg az, hogy akkor Herkules fürdő mondjuk ne ott essen szét a száz évvel ezelőtti állapotában, ami önmagában egy alázat, meg az, hogy, hogy ne, vegyen, ne vegyen baj egykori horvát koronatársainknak, ha szabad így mondani, hogy mondjuk ott vesz valaki egy, egy ingatlan a báziába. Most nyilván ezek ilyen nagy dolgok, tehát én, én, azért ennek már látom jelét, hogy ugye magyar ö, 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 középiskolás osztályoknak kötevező ugye egy-egy osztály kirándulást tenni. Szóval valahogy induljunk el ebbe az irányba, Kárpát-medence az közös hazája ezeknek a népeknek. Szent korona országai. Tehát, ezt Na most így, erre te... azonnal meg fognak támadni téged a, szerintem. Előbb említetted a nagyhatalmakat, nézzünk meg egy részletet a, a filmből, ahol a magyar követelésekhez való viszonyulását látjuk a győztes hatalmaknak. Kérem, hogy először a magyar kérdéssel foglalkozzunk. Az előttem fekvő nemzetiségi térkép és az adatok szerint Csehszlovákiában 850 ezer, Erdélyben másfél millió és, és a szerb-horvát királyságban 400 ezer magyar él, ami összesen 2 millió 750 ezer magyar. Ez a teljes magyar népesség egyharmada. A magam részéről azt gondolom, hogy ezt a javaslatot nem lesz könnyű megvédeni. Ugyan. A statisztikák közismerten pontatlanok. A magyar adatok pedig hírhetten azok. Ha helytállóak a magyarok ellenvetései, akkor később elégtételt kell nekik szolgáltatnunk. Vagy Ön Berteló csak ugyanazt hiszi, hogy béke lesz Közép-Európában, ha kiderül, hogy a magyar követelések jogosak. Magyarország eredeti lakosai nem magyarok, hanem már korábban a területükön élő más népek voltak. Az ország lakosságát a nemzeti mi megfosztott népesség teszi ki. Ne feledkezzünk meg arról, túl sok magyar él saját országán kívül. Ne feledkezzünk el arról, hogy a legyőzött nemzetek is joggal várnak igazságot. Azt javaslom, hogy a felmerült véleménykülönbségek miatt a magyar kérdés tárgyalását halasszuk el. És a kifogások elbírálását bízzuk a szakértőinkre. Óhatatlanul eszembe jutott a, a török külügyminiszternek egy mondata, így végignézve ezt a részt hogy miközben arról beszélünk, hogy a második világháború milyen lezárása, vagy a második világháborúnak milyen lezárása volt, mindeközben elfeledkezünk arról, hogy az első világháború még mindig nem ért véget. Hát miattuk. <gül> 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 Pont te miatt, amit most Igen. Mondunk. Hát ezt én ahhoz kapcsolódnék, hogy azért, hogy miért is film. Ez mert, mert ez mégis egy olyan eszköz, amivel azért szélesen tudott telíteni azt, amiről beszélni szeretnél. Ezt már rég ki akartuk beszélni, ezt mondjuk nekem egy régi mániám, hogy a magyar történelmez ez való hozzányúlás, tehát csináltunk a közelmúltban a közelmúlt történelméről filmet, aztán csináltunk aponyi beszédet, még dolgozunk is ilyen történeteket, és azt gondolom, hogy ezek a, az így megcsinált, ebben a műfai kategóriába tartoz ez a játék dokumentumfilmbe. ebben nagyon sok mindent tehát nagyon érdekesen elmondani, és van még, amit ki lehetne beszélni ezután, tehát vannak itt olyan, sötét fordog a magyar történelméről beszélünk, és inkább meghallgatunk, egy külföldről jövő narratívát, és megpróbáljuk azt magunkével tenni, és megpróbáljuk magunkkal elhitetni az, hogy az úgy történt, holott pontosan tudjuk, hogy nem úgy történt. Ez egy a magyar filmkészítők gyávasága, másik az, hogy ha mi nem kezdünk el vele foglalkozni, hanem akkor elkezd vele más foglalkozni, Én... mert ezek nagyon érdekes történetek. Tehát történetek filmes szempontból is, azért ez jó feldolgozható, izgalmas, hát történetek. Az, hogy ez velünk történik meg, az meg külön ad neki egy, egy pluszt, és hogyha tényleg rá tudjuk venni arra, főleg a fiatalokat, ahogy mondtad, hogy, hogy ez, ez nem egy Marvel film. De viszont én láttam a bemutató közönségét, nagyon sokan voltunk, hál' Istennek, ott azért senki nem jött ki érzelem nélkül és ott kivétel nélkül, aki kijött, az fog, azt mondta, hogy most elviszem a gyerekeimet, mert hogy ezt látniuk kell, mert én így nem tudom összeszedve elmondani nekik. És ez, ezen még lehet tovább menni, és erről addig kell beszélni, és olyan szinten kell beszélni, ebből érdemesen egy nagy játékfilmet csinálni, vagy egy nagy tévésorozatot csinálni, ami szinte egy másik műfajok, tehát a műfajok között meg kell találnunk azt, ami utána ez, ez tényleg lenyomatot hagy. Nézd, a románok megcsinálták a saját verziójukat erről. Megcsinálják egy csomó ország erről, hogy nekik ez miért járt, és hogy ez miért. Szerbek is csináltak azt. is aztán... csináltak. Igen, Tehát, hogy tulajdonképpen Elkész. mindenki meg akarja írni a saját történelmét. Egyedül mi férünk állandóan attól, hogy mi leírjuk azt, hogy szerintünk mi történt. És mivel azért egy ilyen filmnél nem nagyon lehet hibázni, ez, az Áron tudja pontosan, ez hatalmas kutató munka meg. Tehát itt egy rossz mondat az egész szerkezetét el tudja vinni, és erre nagyon-nagyon figyelme volt, hogy ebben ne legyenek rossz mondatok, mert akkor az egészet hiteltelenné teszi. Tehát én azt gondolom, hogy ezt a filmes részét, ezt mindenképpen használniuk kell a történészeknek is, ha van olyan ötletük, vagy van, amit föl lehet dolgozni. Erre tulajdonképpen az a közmédia és alkalmas arra, hogy egy sorozaton keresztül tudjunk végigmenni a magyar történelmen. Tehát például a magyar történelemről, ami készült ilyen átfogó ö, magyar történelem, az, az 1990 előtt készült. Tehát azért még abból a narratívából létezik a magyar tévé archívumában, amit néha néha erővesznek, hogyha akarnak beszélni egy történetről. Tehát itt annyi minden van még, és amit azt mondod, hogy nem lehet úgy jövőt építeni, nem ismeri a múltat. Ha csak megnézed, bár én nem vagyok történész, én egy egyszerű filmes vagyok, de azért vérek némi és hasonlóságot felfedezni, tényleg esemény sorok között, mintha a történelem ismételni önmagát. Tehát, hogy mi, mi, akkor is azt vártuk, hogy majd valaki segít, de igazából nem tettünk érte semmit, hanem ültünk itthon, és a belső kis politikai vitáinkkal elfoglalva megnéztük, hogy elvesztjük az országot. Aztán 1956 56-ot, amikor ugye jött a hír, hogy a kézzel fel tudjátok tartani a tankokat, akkor az amerikaiak már itt állnak a határon, és már mindjárt meg fognak bennedeket menteni. Megint idegen hatalmakba bíztunk, és nem voltak amerikaiak a határon, nem csak ezért, gondolom az ötvalatos forradalom, gondolok, de akkor is szerintem azok a fiatalok reménykedtek abban, hiszen az eszükkel tudták, hogy molotov koktélokkal és pusztakézzel kézzel nem sokáig tudják feltartóztatni az orosz tangokat, és hősiesen haltak bele abban, ami utána nem történt, meg csak hitegetés volt. És hogyha most is megnézed a napjainkat, most is úgy érünk, hogy egy Európai Unióban egy, egy regnáló hatalom dönt a fejünk fölött rólunk. Tehát igazából most már rá van hangunk, tehát ha kell, akkor legalább állunk ott. Legalább az, az asztalt lehet verni. Legalább igen. az asztalt lehet verni, legalább ha ennyi hozadéka van a Trianon, utána, hogy nem szabad nem oda menni, és nem szabad nem elmondani a véleményt, és akkor, hogy nem mintha ezek szorosan kapcsolódnának, de azért érdekesen is a történész urak mintha a történet ciklikusan elkezdeni ismételni. Ez egy magad. nagyon fontos dolog, amit most mondtál, hogy honnan ez a, Történelmi eredetű szemérmesség, nevezzük így. Nem, tehát hogy nem trianon. merünk beszélni ezekről a dolgainktól. Ez trianon. Tehát mert, mer, mer ezt senki nem meri rendesen elmondani, mindig ugye fölmondjuk az adatokat, hogy két harmad terület, stb. három millió magyar, de, de igazából trianonban a lényeg, persze ez is szörnyű, a lényeg az volt, hogy a te is megkérdőjelezik, ahogy most elhangzott a filmben. Hát ez egy, ez egy elterjedt narratíva volt a brit, meg a francia adminisztráció köreiben. a e magyar, az nem tudjuk, hogy igazából, meg ázsiai, meg ilyen, Faji ilyen fai jellegű megjegyzések is voltak ott, ezt se felejtjük el. Tehát ott a magyarság egészére került a negatív hős pecsétje. Rajta na is most maradt a mai napig. Na, de pont ezért ke és ezért jó, amit a Gábor mondott, hogy, hogy történetmesélés. Ugye most volt nemrég egy olyan sorozat, hogy, amiben elhangzik, hogy nincs erősebb egy jó történetnél. És ne hagyjuk másra, hogy a mi sztoriainkat elmesélje. Hát legalább ennyi engedtessék meg nekünk, és hogyha belegondolunk, egy-egy nagyobb közösséget mindig a közös történetek tartanak össze. És szerintem ez a film, ez mondhatjuk, az egy ugródeszka ez egy ugró deszka lesz. Szóval nem, nem van az, hogy a nem történelmet tanítunk, hanem történeteket tanítunk. történeteket amíg, zárunk, kellene tanítanunk. Hogy azt kellene tanítanunk. De ami a film részletnek az érdekessége, és azért hívjuk már fel a figyelmet, hogy itt magyar politikus Nincs. nem, nincsen, tehát a, a rólunk döntenek, és a fejünk fölött döntenek. Tehát a magyar delegációt semmiféle tárgyalásra nem hívják ki a magyar békedelegáció, vagy ha úgy mondja, az aponyi féle delegáció, ami ugye 1920. január elején jut, utazik ki Párizsba, az gyakorlatilag egy kéz békeszerződés, béke diktátumnak az átvételére megy ki. Egy semmiféle tárgyalás nincsen. Az egy más kérdés, hogy a magyar fér felkészül erre, és ugye van egy olyan elképzelés, hogy átadunk jegyzékeket a nagyhatalmaknak, amelyben a magyar érdekeket és a magyar elvárásokat, vagy a magyar szempontokat rögzítjük. De erre se kerülhet sor, mert a, a delegációnak az akkreditációját is csak az utolsó pillanatban fogadják el. Tehát úgy mennek oda aponyék január 15-én 1920-ban, hogy gyakorlatilag kész, kész béke diktátumot vesznek át. És erre reagál abban a híres beszédében január 16-án azért ez döbbenetes, hogy, hogy, ott nekünk gyakorlatilag nem osztottak semmilyen lapot. Mi egy megbélyegzett nép voltunk, mi egy, egy elítélendő nép voltunk, és egyébként, ahogy, ahogy, elhangzott, hogy minket meg akartak szüntetni. Tehát ez egy, ez egy, ez egy olyan állapotot teremtett 1920-ban Magyarország számára, hogy az volt a kérdés, hogy egyáltalán életbe tudunk-e maradni. De hogy miért történt ez? azért azt hadd mondjam el az, az, Áronnak a gondolatához, hogy azért itt ez az osztrák-magyar monarchia, amelynek gyakorlatilag 50 néhány százalékát tette ki a magyar királyság. Ez egy európai középhatalom, ha azt mondom, nagy hatalom volt, és egy olyan versenytárs volt a nyugati nagyhatalmak számára, amelyet egyszerűen fel kellett számolni, meg kellett szüntetni. Kényelmetlen volt. Kényelmetlen volt, nem kellett. De ugyanakkor, amit most elmondtál, ez alapján nyugodtan mondhatja azt a mainstream az aponyi delegációról, és most provokálok is, hogy hát megint csak azzal kezded ennek az egész történetnek az elmesélését, hogy fölsorolod a sérelmeinket. Hát. Ezek önmagában De, az önmagában sérelem, hogy valójában, nem. amikor van egy vitakérdés, vita akkor ott, ott, ott nem kap hangot a másik. Nagyon örülök, élet. hogy mindegy. Én, 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 én most egy pillanatra hadd vegyek az ördög ügyvédje, és utána jövök vissza a Jacsió. A, a Tehát ugye mégiscsak arról van szó, hogy a győztes tárgya a vesztesse, Most ilyen szempontból nem vagyok benne biztos, hogy elvárható, hogy ott bármit meghallgassa. De olyan szempontból, Viszont elvárható lett volna, hogy ők a világméretű nem csak politikai, hanem erkölcsi igazságosztó szerepét is magukra vállalták, sőt. Vindikálták ezt maguknak. Hogy amit mi ott mondunk, az az abszolút jó. Na, az, amit ez a volt legfelső. Az na, az hát egész ezt mondom, hogy amit ott a legfelső tanács dönt, az gyakorlatilag az isteni kinyilatkoztatás. Na most ilyen szempontból azért, azért tehát ne tekintsük már azt, hogy mondjuk Miskolc nem lett ugye Csehszlovák. Nem, nem, lett, nem, nem rajtuk múlt teljesen, tehát ezt azért ne tekintsük már eveve elrendelt istenézének igazságszolgáltatást. Jó, jó hát Wilson is fölállt annak idején egy időt. Na jó, azt de azért, mondta, azért mert én ő nem tudta, tudta bepalizni a többieket, tehát őket azért ne sajnáljuk. Meg, meg azt se tudták, hogy eszik-e vagy isszák ezt a térséget. Ja. Igen. És a legjobbak a japánok, akik ugye szép csöndben, minden jegyzőkönyvvel ott vannak és áldogálnak a háttérben meg sem bukkannak. Ugye egyrészt jelzik, hogy mi is itt vagyunk, nagyható, nem véletlenül nem szólnak bele, mert ugye ez egy forran helyzet, elvárják, hogy ők se szóljanak bele az ázsiai történetbe. Ez ugye olyan kint is vagyunk, bent is vagyunk sztorítólag. Az egész itt az még egy érdekesség, és az a, az, a, az, a, az iszonyatosan fura helyzet, hogy ha megnézzük a 19. század nagy európai rendezéseit, akár a bécsi kongresszust, vagy a, a, a krími háború utáni párizsi szerződést, vagy az 1878-as berlini kongresszusnak. Ott a nagyhatalmak gyakorlatilag partnernek kezelték a veszteseket is. Tehát nem úgy kezelték, hogy vívik Tisz és jajjal legyőzöttek, hanem beemelték valójában őket is a nagyhatalmi koncertbe itt 1919-1920-ban ez, 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 a koncepció, ez a, 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 nagyhatalmak által korábban képviselt elképzelések, az európai rend megtartása és az európai státuszkó fenntartása, ez gyakorlatilag csődöt mondott. Itt egy teljesen új Európát akartak csinálni. Egy olyan Európát, amely gyakorlatilag a győztes Antant nagyhatalmaknak kedvezett. Na de gondolj benne, hogy száz éve vagy 102 éve, a mai napig él az a narráció, hogy ez tulajdonképpen történelmi igazságtétel volt. De, de, de nem, tehát egy picit finomítok, és aztán megint nem tudom, hogy ez a szerepe, hogy tehát az európai nagy békekongresszusokon azért az előfordult már korábban is, Utrechtben is, tehát már 300 évvel ezelőtt, meg, meg máskor is, hogy a kicsinek azt mondták, hogy te most itt aláírod szépen, és akkor az lesz. Ugye berlini kongresszusot szerencsétlen bulgárok jártak nagyon rosszul, az oroszok elég csúnyán hagyták őket, de más, más esetekben is volt hogy utólag szóltak, hogy akkor most veled ez fog történni. Én csak azt akarom mondani, hogy a probléma az volt, hogy ezek az európai kongresszusok reálpolitikán alapultak. Előtte volt mindenhol propaganda, persze, de nem az volt, hogy akkor most győzött a jó. Tehát ez ez, ez ez valami egészen új minőség. A másik az, hogy addig az európaiak ügyeit csak az európaiak intézték. Hát szó nem volt, hogy ott más beleszóljon. Hát eszükbe nem jutott. És most? Hát a trianoni békén ott van Sziám aláírása, ugye ma tájföld. Ott van Hedzsász aláírása, egy olyan ország, ami nem sokára meg is szűnik, mert ugye a szaudi család elfoglalja a hasemit a család területeit. Igen. Tehát ez valami egészen, Nikaragua aláír, Nikaragua. Hát a társult De Igen. ne, tehát te, te, te. És ez, ez mutatja, hogy azért itt, itt valahol ez az erkölcsi fölényeskedés, ami ekkor megszületett, és ennek a mai napig az egy nagyon, nagyon katasztrofális következménye. És akkor Gábor, vissza a filmhez, megint egy picit. Hihetetlenül sűrű a film, tehát hogyha valaki egy percet kihagy a nézésből, akkor már eltévedt. Alkalmas ez arra, hogy azokat a problémákat, amiről Áron László beszél, és amiket én is megpróbálok felvetni, azokat történetszerűen adja meg azoknak, akik látják ezt a filmet? Hát a cél mindenképp ez, és a, én azért azt gondolom, hogy ilyen film azért fönt kell, hogy tartsa a feszültséget, tehát ez egy, azért ez nem egy látványvilágára épülő, <coughs> hihetetlen hangzásokkal teli tűzlet film, hanem ennek azért a feszességét azt tudja megadni, amit mondanak benne annak, mert persze meg kell teremteni egy egészen sajátos képi világot, mert ez egy vizuális műfaj, tehát azért ezt látni is kell, és a benne szereplő színészek és jeleneteknek mind olyannak kell lenni, amik ezen a ennek nincs narratíve egyébként, nem tudom, Ez egy, föl van építve a film, tehát elindul valahonnan, és tart tisztán. Nagyon vigyáz arra, hogy ne legyen érzelmes, tehát nem akar a, tehát az érzelmekre nem a, épp a, a, a történészek vagy színésznek, kell adni, hanem magának a történetnek. Tehát egy de nem itt a tények olyanok, hogy érzelmeket a Tények meg kell a Tények maguk kiváltják azt a kiváltatást, amit nem színészi játékkal, vagy színészi játékkal is ki lehet de itt nincs szükség. Én azt gondolom, hogy ez minden, tehát sokan azt mondja, beszéltem, hogy nagyon tiszta a film, tehát azért nagyon világosá tesz mindent. Tehát, hogy nem lehet így talán, hogyha még ember az elkezd olvasgatni különböző véleményeket, különböző forrásokat, akkor ő önmagával nem tudja ütköztetni, így viszont, hogy gyakorlatilag Igen. föl van fűzve, itt nagyon egyszerűen látszik, és nem csak egy szempontból van ez megközelítve, de azért a, a nagyon érdekes kicsengései vannak ennek. Tehát azért az alapkérdés, hogy miért is nem volt diplomáciai képviseletünk Franciaországban, mit is akartunk mi anélkül, hogy Párizsban legyen egy emberünk, aki legalább el tud menni a trafikba gyufáért. Tehát, ami ki kimelt a verszeikest. Tehát azért mondom, hogy rengeteg olyan, vagy a Hotel lehet, rengeteg olyan apróság van ebben, amit az emberek úgy nem tudnak, de mégis hogy hozzátartozik, az például a közvéleménynek nem tudom, tudatában volt, egy, egy is tárgyalhattak egyébként, tehát be voltak zárva, tehát bezárták őket egy szállodában, a rendőrség figyelte őket, meg, meg volt kötve a kezük, tehát ott voltak tartva, és ott ülhettek a száradába, és még semmit nem is csinálhattak. Tehát, hogy ezt nevezzük mi béketárgyalásnak. Tehát mi... Nem, tehát ez az információs háborúból való kizárás, amit közben ellened visel. Amit egyébként úgy a románoknak, a cseszolákoknak, a szerveknek, mindenkinek ott van a nagyon erős képviselete, akik bent ülnek a tárgyalásokon, vagy a tárgyaláson résztvevő országokkal. a szerkesztőségekben. szerkesztőségekben. Van olyan kapcsolatrendszerük, ami alapján ők átírják Magyarország térképét, mert hát van, hogy Azért, ha lett volna talán egy erősebb lobby Magyarország mögött, Persze. aki segít, azért lehet, hogy ezek a határok nem így vannak, hiszen józan belátható, hogy mit okoz egy országnak, hogyha elveszed a pásványi kincseit, ha elveszed a... Főn, út az erdők 83 Elveszed a vasúti összekötetéseit, De, tehát azért ezt úgy nagyjából lehet látni... A, 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 most bocsánat, ha, ha a kinyitjuk a egy picit, bocsáss bo meglesz, ha kinyitjuk ezt a kérdést egy picit, józan észrebe lehet látni, hogy ahogy Magyarországgal elbántak, és ahogy a franciák elbántak Németországgal is, a következményei pedig eléggé nyilvánvalóak lettek ez a nácizmusban. Igen, most és a, a második a, Amit ugye a Gábor mond, hogy a bezártság. Hát azért ne felejtsük el, hogy az Osz a Magyarország az osztrák-magyar Monarchia része volt. Az osztrák-magyar Monarchiának voltak követségei. És abban a pillanatban, ahogy a hadviselőfelekké válnak, ugye a követségek gyakorlatilag pakolnak és hazamennek. Tehát eleve a háború alatt sincs semmiféle diplomáciai kapcsolat, vagy csak hivatalos diplomáciai kapcsolat, és ebből adódóan 1918 után Magyarországnak sincsenek külképviseletei. Tehát a, hogy Párizsban van-e van valaki, igen, csak aki, jó, de Laci, mindez... de itt ugye az volt a gond, bocsánat, hogy mi magyarok úgy tekintettünk az egész kiegyezésre, hogy két egyenrangú állam, államszövetsége, ez így van. két független állam, államször, akik beadnak valamennyit a közösbe, a szuverenitásba. De az osztrákok nem így tekintettek rá. Herceg Ferenc írja, hogy az egész ezer éves magyar évetet egy visszaélés félvességnek fogták föl, ugye ez a K.U.K. Svárt és a külföld sem tehát egy, egy mai angol száz műben nem azt olvasott, hogy az osztrák-magyar, persze azt is, de elsősorban az, hogy az osztrákok. Igen, az, osztrák, az osztrákok. Igen, 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 igen. Tehát ez azért egy mulasztás volt, azt hiszem a Praznovski ugye a titkár a békeküldöttségben írja, uh, már visszatekintve, ha csak azt a, annak a munkának, amit készülve a tárgyalásokra, ha annak csak a tizedét a háború előtt megcsináltuk volna, akkor nem tartanának ott. Tehát az, hogy a magyar állam, a magyar nemzet képviselői már 1914 előtt gyakorlatilag olyan szempontból ezt elvesztették, ezt az információs háborút, hogy rendesen be sem szálltak. Ez az, az elveszett presztízs. Itt eljön meg egy pillanatra, ugye szó esett a román-magyar kapcsolatokról is, hogyha belegondolunk a, a jelenkor történetében, azért a, a legtüskésebb bozót még mindig a két állam kapcsolata itt Közép-Európában, hogyha ezt az egészet történelmi távlatból és politikailag is nézzük. Úgyhogy most nézzünk meg egy rövid gondolatot Catherine Örel francia történésztől a francia és román együttműködéssel kapcsolatban. Alors, il y a une, effectivement une coopération militaire importante Euh, avec, euh, avec ces pays, euh, surtout avec la Tchécoslovaquie euh, et la Roumanie, un petit peu moins avec, euh, avec le Royaume yougoslave. Il faut dire aussi que ces, ces trois pays ne partent pas de la même base euh, de, euh, de, justement, de compétences militaires, administratives, euh, etc. Vous avez euh, d'un côté un pays qui existait déjà, le Royaume de Roumanie, donc, qui fonctionnait, qui existait déjà, qui avait son, son, son fonctionnement euh, déjà bien établi, qui par contre doit euh, avaler toutes ces nouvelles provinces euh, et c'est très difficile, c'est très difficile d'inclure euh, la Transylvanie, la Bucovine, la Bessarabie et la Dobruja. C'est absolument incroyable et euh, c'est vraiment le problème principal de la Roumanie dans l'entre-deux-guerres et c'est un problème sur lequel la France n'a aucune compétence parce que la France ne sait pas faire ça. La France est un, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, un, un état centralisé et ne peut pas vraiment aider la Roumanie sur cet aspect-là euh, de, euh, de la question parce que elle ne sait pas faire. En revanche, il y a effectivement une coopération euh, militaire, mais il y a surtout, dans le cas de la Roumanie, le pétrole, le pétrole roumain. Donc, ça, c'est un intérêt euh, important de la France euh, qui va investir euh, en argent hein, et puis en envoyant des ingénieurs, euh, beaucoup, de, beaucoup de monde en Roumanie pour développer le pétrole, euh, pour développer le, le pétrole roumain. C'est un des principaux axes euh, de coopération entre la France et la Roumanie euh, à, cette, euh, à cette époque. Magyarország területe 93 ezer négyzetkilométer, Erdély és a területe 105 ezer négyzetkilométer. Nem talán, hogy pont ez a legfájóbb része a, a Trianoni emlékezésnek? Hát eleve, amit a számok mutatnak, tehát Románia nagyobb területet kap a történelmi Magyarországban, mint amikor a Magyarország marad nem is beszélve arról, hogy itt földrajzi határokat vagy valamilyen etnikai határvonalat nem is akartak húzni. És a, amit itt a francia kolléganő elmondott, hát azért az a kapcsolatban hadd tegyem hozzá, hogy Románia hosszú időn keresztül hezitál azon, hogy most az Antant oldalán szálljon-e hatba vagy a központi hatalmak oldalán, hogy most Besszarábia a fontos számára, vagy Erdély a fontos számára. 1916-ra eldől ugye egy titkos megállapodás értelemben, hogy és ugye a Tiszáig ígérik be Romániának az, a, a, az új területeket. És azt se felejtsük el, hogy Románia akkor lép majd hadba 1918 őszén, amikor gyakorlatilag a világháborúnak már vége van úgy támadja meg Magyarországot, és akadálytalanul foglalja el. 1918 decemberi karácsonyára már bent vannak Kolozsváron. 1919 januárjában ott állnak a Királyhágónál. Tehát annak a felelősségét sem szabad elvitatni, és nem szabad róla nem megfeledkezni, hogy ezzel, ezzel összefüggésben a magyar állam, az új magyar állam, amely 1918 október végén létrejön, hogy ez milyen mulasztásokat követett el ebben a tekintetben. És akkor a felvidékről nem is beszéltem. Igazából azzal sosem nézünk szembe, ez olyan kicsit kényelmetlen dolog lenne, de hát azért ez alapvetően nehezen cáfolható, hogy Románia számára a nemzeti program az, hogy a magyar rok által betöltött helyre belépjen. Tehát ők akarnak venni a délkelet európai meghatározó ország. És ennek van egy-két helyen szövegszerű nyoma, például ugye a Nemzeti Ösztönpolitikája politikája című könyvben, ez 16-ban adja ki unesco Tehát ők be akarnak lépni, most már nem merem kimondani, mert aztán megkapom, de élettér, tehát most ez, tehát jó, tehát oda akarnak bevépni, ahol, ahol előtte a magyar állam volt, abba a virtuális és fizikai térbe. És gyakorlatilag azért, azért nekik az elejétől fogva rezeg a léc, hogy, hogy inkább, inkább az Antant oldalán lépjenek be, mert nekik Erdély ugye a nagy nemzeti kérdés. Én ezzel szemben mindig hát Kossuthot idézem, és most, most is megteszem, 1851-ben leírja ugye a Dunai Konfederáció tervezetében, hogy akármelyik aldunai ország csatolja magához fajrokonait, ezt Kossuth írja, tehát most ezt nem az a fajrokonait mindig csak másodrendű hatalom lehetne, ami szükségképpen kiszolgáltatva lenne a külső hatalmak kényekedvének, és hát azért vagyunk be, a románok ügyesen csinálják végig a 20. századot, de, de azért, azért ők is ki vannak szolgáltatva a nagyhatalmaknak. Ez nyilvánvalóan érezhető, de, de Magyarországon és Romániában is a mai napig a legtöbb ö, politikai indulatot ö, a két ország viszonyában ö, Erdély jelenti. Tehát ez az, az abszolút ö, lezáratlan ö, probléma. Emlékezetek csak 2004-re, és lehetne még sorolni a románozásra, meg minden egyébre. Nagyon érdekes az, hogy például a két világháború közötti magyar gondolkodók hogyan gondolkodnak arról, hogy mi, lehet, mi lenne Erdélynek a sorsa hogyan kellene Erdély helyzetét ö, ö, valahogyan rendezni. A kárpát az Hát azt mondom, be, be, menjünk Betlen Istvánhoz vissza. Igen. Tehát ö, Betlen mondja, hogy Erdélyt ö, vagy egy önálló állam alakulattá kellene szervezni, ahogy mondod, egy egy keleti Svájcnak kellene szervezni, ez nem egy új gondolat, egyéb, de, de ez egy megfogalmazott létező realitás. Londonban egyébként ezt a beszédet el is mondja Betlen, vagy azt mondja, hogy Erdély legyen Romániáé, vagy Erdély legyen Magyarországé. De azon belül is, ha, ha bármelyik országhoz is kerül, a kantonizálást meg kell oldani. Tehát létre kell hozni a magyar kantonokat, létre kell hozni a román kantonokat, és a száz kanton is persze lesznek vegyes kantonok is. De ne felejtsük el, hogy amikor a magyar politika is Betlen Erdélyről beszél, akkor a történeti Erdélyről beszél, és nem arról a 105 ezer négyzetkilométerről Igen. beszél, amelyet a Trianonban Romániához csatolnak, hanem a, a királyhágon túli Igen. Erdélyről. Hát a párcium pá pá az jön vissza. Az Igen. nem is kérdés. Tehát, tehát az erdélyi kérdésnek a megoldása az ilyen értelemben ö, okoz problémát, mert és gondoljunk bele abban, hogy azok az államok, amelyek, utódállamok, amelyek 1920-ban létrejöttek, melyik, melyik áll még? Nincs Csehszlovákia, nincs Jugoszlávia, nincs Szovjetunió, bár hogyha így tekintünk, ugye 1945 után a kárpátai területek ugye oda kerülnek, Románia van a többi szétesett, az többi szétbomlott. Románia van, és akkor arról se feledkezzünk meg, hogy a, rom, a Erdélyről beszélünk, az erdélyi románság és a regáti románság közötti felfogásba, életfelfogásba, egyet életminőségben, gondolkodásmódban óriási különbség van. És létezik a transzilván gondolat. Létezik van. a transzilván gondolat, és ezért van, vagy lenne realitása, lehetne realitása annak a betleni gondolatnak, amit az előbb említettem. Lehet realitás egy ilyen gondolatnak? Hát ez nem feltétlenül az én asztalom erről, erről beszélni, meg ugye a jósolni nehéz különösen ugye, hogyha a jövőre vonatkozik, én szerintem ennek mára azért nincs realitása, mert teljesen megváltoztak Erdély etnikai viszonyai, nem csak olyan értelemben, hogy a magyarság száma csökkent, százokat ugye fejpénzért eladta Ceausescu, rabszolga a korizmor, kereskedés kereskedési igen, igen, hanem az, hogy hogy maga Erdély is egy olyan átalakulásban van, gyakorlatilag Romániában az Erdély nagyvárosok, amik igazi életjeleket mutatnak, Kolozsvár, Brassó, Nagyseben, Gyulafehérvár, Sőt, akár mondhatjuk még Dévát és a Temesvár, hát Valami. az a gazdasági erőművük, és, és, és ezeknek a lakossága, tehát a 70-es évektől elindult egy szándékos betelepítés, most meg egyszerűen az, hogy itt van munka, itt vannak lehetőségek. Tehát ez, ez hogy Erdélyi Hománság biztos létezik így külön, de azért, azért ez már egy másik történet, tehát sokkal, sokkal jobban összekeveredve van. Én, én bíznék benne, hogy, hogy, hogy ez így. Ez így egyszer, hát ha, hát ha valakinek a fejében ott is elültetődik ez a transzhivánizmus, de hát ugye ott még mindig ez a, hát most a szlovák külügyminisztertől is hogy paranoiásnak kell lennünk. Hát szóval. Így, Na de ez így, így, így a... nehéz együtt, de ez a román állam egy esetében egy ez egy a paranoia, ez minden mindennapi létező valóság a magyarokkal szemben, miközben a realitás valóban arról szól, amiről Áron te beszélsz. Van egyfajta történelmi elképzelés amely része lehet a nemzeti ö, történetszemléletnek, de alapvetően a politikai és hatalmi realitás az, amiről beszélsz, és mégis ott van a paranoia, amely a mai napig megmérgezi. Jó, a hát ez a, ugye félek a görögöktől még akkor is, ha ajándékot hoznak, ugye ez az ősi mondás. Szerintem a realitás ma az, hogy Közép-Európa vagy együtt áll, vagy külön-külön szépen egymás után elbukik. Hasznos lesz ez a film ezeknek a paranójáknak a feldolgozásában? Ez az, hogy paranója, nyilvánvaló, hogy én nem, nem vagyok történész, tehát azért, amikor születik egy ilyen döntés, ami megszületik, azért abban lehet némi paranója, hogy nagyjából az józan ember bármilyen nyelven él, bármilyen nyelven gondolkozik, lehet az, akárhol ezt a történetet meghallja, azért azt mondja, hogy ez nem létezik, hogy egy országot így megcsonkolnak, és egy olyan ország Igen. lesz a jelentős haszonélvezője, aki egyébként semmit nem tett, hanem itt fél óránként jó helyre állt. Tehát azért. <gül> ö... <gül> a román, román, román oldalon nevesettek nevében az ördög ügyvédjeként egy egészen apró tiltakozást. Elnyújtok. <laughs> jó. jó, tehát a, a, azért emögött lehet azért egy paranő, hogy egyszer majd rá fognak jönni, hogy ez nagyon nem volt rendben. Hát, nem, vagy épp rossz helyre állnak. Vagy éppen igen, tehát nem gondolom, hogy itt ezért valamit tenni is kell, de azért legalább mi nyugtassuk meg a saját lelki 102 évvel az események után, hogy mi legalább elmondtuk. Igen, igen. És hogyha ennyi igen. haszna ez a filmnek, hogy legalább elmondtuk, akkor még sok minden ilyenről lehet filmet készíteni, és akkor lesz, amiről legalább beszéltünk, legalább az utókornak megmaradt, hogy itt se teljesen hülyék éltek, hanem pontosan látták azt, ami akkor történt, igen. és pontosan látták azt a gyalázást, azt a nemzetcsomkítást, ami akkor megtörtént. Ha ez ezt a film szolgálja, akkor jól dolgoztunk. Ezek a paranoia sokszor önvédelmire... Igen, igen. Tudom, hogy nincs meg a kristálygömbötök, de azért arról mindenképpen beszélnünk kell, hogy vajon ez a film elindít egy egészséges történelmi és társadalmi párbeszédet erről a dologról, vagy pedig, vagy pedig ismét a hisztériái lesz a, a következő lépés. Mert hogy Magyarországon azért ideológiai oldaltól függően nagyon meghatározott <laughs> trianon kép van. De ezen, ezen mit lehet hisztériázni ezen a filmen? <laughs> <Mendel>? De... <laughs> Én, én, ezt nem, nem gondolom. A film nem fog meg nem lehet, a, Tegyük fel azt a kérdést, hogy mi nem lehet is. Jó, de most teltél az elme kortani tüneteket, tehát azt hagyjuk. Tehát ez, ez, ez nem olyan ez a film. Ez, ez, érzelmeket vált ki, ez igaz? De és nem. Ha az a tény zavar valakit, hogy 2004-ben arra búzított a baloldal, hogy adjunk kettős állampolgárságot, ha ezt letagadjuk, akkor ott van meg kell Igen. nézni az akkori történt eseményeket. Ha azt is le akarjuk tagadni, hogy 2010-ben a kormány pedig kettős állampolgárságot adott, és azóta hányan éltek vele. Ezzel is lehet vitatkozni, csak azért nem érdemes, mert ezen azért nem tudsz, mert van írva, tehát ebben nem tudsz mit csinálni. Az, hogy itt, e, e, itt még a vegyes is románokkal ijeszgeti a magyarokat, tehát a paranoia oda-vissza a baloldali liberálisok között él, tehát majd 23 millió románjal is elfoglalja. Kovács Laci bácsi, vagy. Igen, igen, tehát azért mondom, hogy ez ilyen kölcsönös baráti paranoia köztük. Tehát, de azért mégis komolyabban kéne ezt vennünk nekünk. Tehát itt azért Európában zajlanak az események, a határainkon háborúdul, a környékünkön még számtalan helyen feszült a helyzet, ahogy látjuk. A, a, tehát itt én azt gondolom, hogy mindannyian azt, és nem mindannyian, de sokan azt gondolják, hogy többek között én is, mikor vége egy háborúnak, a délszáfláborúnak vége volt, itt most soha többet nem lesz, és egyszer hopp, megint itt van egy háború, hop ez a háború nem csak ott zajlik, hanem nálunk is zajlik a benzinkutakon, a boltokban, az árakon. Aztán itt vagyunk, hogy az Európai Unió nem túl egységes ezekben a kérdésekben, hogy ki mit szeretne csinálni. Én szerintem ne esünk ugyanabban a hibába, mint 2014 vagy 2018 ba a magyarok, hogy ez úgyse lesz másképp. Tehát, hogy így kényelmes, és meg kiüljük, hogy mi, milyen sors vár ránk. És azt megvárjuk, és utána majd duzzogva elfogadjuk, és sokáig sikongatunk érte, hogy ez nem volt helyes velünk való cselekedet. De igaz, hogy nem tettünk érte semmit. Erőre, hogy ez ne így legyen. Legalább most talán tudunk tenni. Jó, hogy szóba hoztad az Európai Uniót. Ugye volt egy olyan kimondatlan és ki, részben kimondott elvárás az Unióval kapcsolatban, hogy azokat a Azokat a sérelmeket, amelyeket Trianon okozott, azt majd az Európai Unióba való belépés rendbe hozza, meg a Schengeni határok határok átjárhatósága rendbe hozza. Megtörtént hát ez? Lesz? ez volt a liberális szövegelése ennek az Európai Uniós kérdésnek. Hát az, hogy nem lesznek határok. Hát dehogy is, nem? A határok ugyanott vannak. Meg a határok átjárhatósága. Hát ez, ez valójában, nézzük meg, Románia még mindig nem a Schengen, talán most a, hamarosan a Schengeni övezetnek a része lesz. De hát ez valójában a, e, ezzel adták be nekünk a, a, az Európai Uniónak a... a... A, a, a világát, a Megérzem, a Schengeni Egyezmény eredetűek nem is uniós egyezmény mi is volt, is csak is beemelték is az uniós joga, azért tisztázzuk. Tehát valójában az, hogy az Európai Unió tagállamai lett, mondjuk Szlovákia, vagy Csehszlovákia, vagy Románia, Szerbia ugye még mindig ki, kívül hát van, még, sorban áll, még so, so, sokan állnak sorba, ez önmagában szerintem nem a megoldás. Nem ez a megoldás. A megoldás ott keresendő, elsősorban az agyakban és a fejekben, hogy az, ilyen, hogy az ilyen filmeket minél többen nézzék meg, és nézze meg a, a, le, a fiatal generáció, Tud, legyen tudatában annak, hogy a magyar 20. század történelme az onnan, onnan eredeztethető. Minden problémánk, minden bajunk az ott van, ott van trianomban. És ezeket, ezeket tisztán kell látni. Hogy, és azt, hogy ezek a szerencsétlen emberek, akik tényleg az aponyi delegáció, vagy később, amíg az aláíró delegáció, Benárd Ágos, Draselázár Alfé, elmennek Párizsba, és kiszolgáltatottan, gyakorlatilag háziőrizetben, ahogy elhangzott itt, hogy mindenféle sajtónyilvánosságot nélkülözve, mindenféle támogatást nélkülözve, kiszolgáltatott módon, de kiállnak, amennyire lehet az ország és a nemzet érdekében, ez egy tiszteletre méltó dolog. És ezt mindenképpen megmutatja ez a film, és megmutatja azt, hogy valójában ezt az országot, ezt feldarabolták, mint ahogy Aponyi is mondja a beszédében, hogy ez feldarabolás, és ezt Magyarország nem fogadhatja el. Egy más dolog, hogy rákényszerítik az országot az aláírásra. És az is egy fontos dolog, hogy amikor felvetődik az a kérdés, hogy mi lett volna, ha nem írjuk alá ezt a békediktátumot? És amikor 1920. május 5-én átnyújtják a végleges szöveget, amiket 6-ai keltezésű, már 7 tárgyalja a Magyar Minisztertanács ezt a kérdést. Megtáv, Praznovszki megtáblázza a legfontosabb, hogy 56 helyen van csak módosítás az átadott szövegbe, de gyakorlatilag jelentéktelen módosítások. Hogy mi legyen? Mi legyen? Elfogadjuk, ne fogadjuk, aláírjuk, ne írjuk alá. És azt kell látni, hogy valójában mindegyik fontos ö, ö, testület, a minisztertanács, az, a Nemzetgyűlés Külügyi Bizottsága, maga a Békedelegáció is, és maga a Nemzetgyűlés is azt mondja, hogy nem tudunk mit csinálni. Egy hatalmas ösztűz zúdult volna az országra katonai, össz, összkatonai támadás. Igen. És akkor még, még, még a 93 ezer négyzetkilométer sincs meg. Tehát ez egy történelmi predestináció is volt. Köszönöm, hogy eljöttetek. Köszönöm a lehetőség. Köszönjük szépen. Önök az Ez itt a kérdést látták, műsorunkat újra megnézhetik a média n és a Youtube-on is. Az Ez itt a kérdés következő adásában a nemzeti identitás digitális térben való megjelenéséről beszélgetünk majd. Én kollégáim nevében is köszönöm egész heti megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!